Hogy készül a linómetszet? Felmerül a kérdés, ugye látom? A diákok egyenesen a művésztől tudhatták meg, hogyan is készül egy-egy kép. Bugyi István azt mondja, tapasztalatai szerint manapság a fiatalság egyre kevésbé találkozik a klasszikus művészettel. Átvette az uralmat egy picit ugye az intermédia, tehát hogy TV, DVD, a neten találkoznak a legtöbb képanyaggal, és szerintem fontos az, hogy így is meg tudják különböztetni a jót, a rossztól, illetve az esztétikusat, a gicstől. Hát a klasszikus művészet ugye mindennek az alapja, tehát az európai, meg egyébként nem csak az európai kultúrkörnek is alapját képezi az, hogy valamilyen szinten ismerjük a körülöttünk lévő művészeteket, tehát akár a japán művészetet, illetve konkrétan az európai művészet meg a legfontosabb számomra, meg aztán végképp. A két intézmény közötti együttműködés nem titkolt célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a művészeket, az alkotásokat és a gyerekeket. A bajzások között is sok gyermek érdeklődik a művészetek, köztük a rajz és a rajzművészet iránt, festőművészet iránt. Szakkörünk is van, melynek keretében saját műveket is állítanak ki a gyerekek, illetve azt gondolom, hogy a diákpolgármester választással kapcsolatos kiállításon a galériában meg is tekintették már, hogy milyen színvonalas alkotások kerülnek ki a bajzások kezei alól. Bugyi István grafikáit egy hónapig láthatják a bajzások, december 3-ától pedig Cibolya Erzsébet szájjal festett munkáiban gyönyörködhetnek.